Nincsenek kormányfői ambíciói, de szívesen vállal közéleti szerepléseket Dobrev Klára. Gyurcsány Ferenc felesége híradóknak azt mondta, bátorítani szeretné azokat a nőket, akik tehetségesek a politikában. A kormányfőjelöltségről az MSZP szerint még korai beszélni. Az együtt pedig továbbra is az előválasztásokat szorgalmazza. Férje oldalán érkezik a Demokratikus Koalíció februári kongresszusára Dobrev Klára, aki bár tagja a pártnak, mégsem lenne a magyar Hillary Clinton, és nem szállna harcba a miniszterelnöki posztért sem. A kormánypárti Magyar Idők korábban arról cikkezett. A baloldali szavazók szívesen látnák Gyurcsány Ferenc feleségét a jelöltek között. De nekem nincsen ilyen szándékom. Dobrev Klára szerint ahhoz, hogy valaki hivatásos politikus legyen, hatalmas ambíció és elhivatottság kell. Ő pedig csak szereti kinyilvánítani politikai véleményét. Engem nagyon izgat az, hogy milyen világot építünk, és milyen világot fogunk hagyni a gyerekeinknek, és meg is ragadok minden alkalmat arra, hogy a magam szerény eszközeivel valamilyen módon befolyásoljam. Ha meghívnak egy lakossági fórumra, akkor nagyon szívesen elmegyek. Ha interjút kérnek tőlem, akkor nagyon szívesen elmondom a véleményemet. Dobrev Klára közéleti szerepléseivel épp azokat a nőket bátorítaná, akikben megvan a tehetség a politikai szerepvállalásra. Egy női miniszterelnök jelölt ellen az ellenzéki pártoknak nem lenne kifogása. Magyarország alkalmas arra, hogy női miniszterelnöke legyen. Én bízom benne, hogy a politikai képviselete a női nemnek Magyarországon meg fog erősödni. Az MSZP frakció vezetője úgy gondolja, egyenlőre nincs itt az ideje a miniszterelnök jelölti castingnak. Szerintem sokkal fontosabb az, hogy mi ellenzéki pártok, ha együttműködésben gondolkodunk a választásokon, akkor talán együttműködésben gondolkodunk a választások utáni időszakra is, hogy ott milyen Magyarországot szeretnénk. Gyurcsány Ferenc felesége úgy látja, a demokratikus oldal csak a 2014-esnél elkötelezettebb együttműködéssel válthatja le a jelenlegi kormányt.